Közéleti magazinunkat látják, köszöntöm nézőinket! Új nagyméretű gyerekjáték került a Szekszárdi Kölcsey utcában található játszótérre. Az eszközt az egyik helyi cég vásárolta, hogy így támogassák a helyi közösséget. Nem csak helyi vállalkozók segítik így a város családjait, az önkormányzat is nagyszabású játszótérfejlesztésbe kezd. Az önkormányzatnál nyári munkát vállaló diákok tartják rendben a már felújított játszóteret a Szekszárdi Kölcsey utcában. 12-en dolgoznak azon, hogy az itteni környezet mindig rendben legyen. A területre most került egy új gyerekjáték, amin falat mászni és csúszdázni is lehet. Az eszközt a városban működő egyik vállalkozás vette, hogy így támogassák a helyi közösséget. Amikor lehetősége van egy vállalkozásnak, akkor úgy gondolom, hogy az adó, a kötelezően befizetendő adók mellett is szerepet kell vállalni a város életében. Hagéve a város alpolgármestere, a körzet önkormányzati képviselője szerint fontos, hogy a mostani fejlesztés után minél több a családok által használt tér újuljon meg Szekszárdon. Nagyon fontos, hogy valamennyi játszóteret figyeljünk, hogy korszerű legyen, egyre több új játékeszköz kerüljön kihelyezésre. Itt megfelelő tér állt rendelkezésre, és azt gondolom, hogy ez a komplex játékeszköz elég sok kisgyermeknek ad majd újabb szórakozási lehetőséget. A következő hetekben a város még négy másik játszótere is megújul. Az önkormányzat a Csokonai, a Május 1 és a Klapka-György utcákban is hasonló fejlesztéseket végez el. Az Energiaparkban pedig még ezeknél is nagyobb beruházás kezdődik el hamarosan. A játszóterekkel kapcsolatban ugye sok felvetés érkezett hozzánk, vagy probléma fogalmazódott meg a szabadtéri fogadóórákon. Ennek is köszönhető az, hogy elkezdtük ezt az összefüggő programot megvalósítani, amit nem fogunk tudni nyilván az idei esztendőben befejezni, hiszen nagyon sok játszótér van a városban, és meg kell felelni az unió szabványoknak, ami egy kicsit azért megnehezíti a megvalósítást, lelassítja sok esetben. Az jövőre is folytatódni fog majd, de ennek a programnak köszönhetően például ugye a Szent György Albert utca melletti Energiaparkban egy kerítést építünk a szülők kérésére, és ott egy kicsit a futató kialakítása is megtörténik, hiszen azt tapasztaltuk, hogy a kisállattartók és a kisgyerekes szülők között néha feszültség van a játszóterek használatából, különösen a homokozó használatából fakadóan, ezért szerettük volna, hogyha külön kutyafutatót tudunk létrehozni a városban. Több szakemberre megvizsgáltuk, hogyan lehet majd fákat ültetni, hogyan lehet biztonságosan elkeríteni a gépjármű forgalom elől. Ezek lesznek az első munkálatok, amiket a Szekszárdi Fagyöngy utcában található, most még füves területen végeztet el a város önkormányzata. A közel 1000 négyzetméteres parcellán családoknak szánt közösségi teret alakítanak ki hamarosan. Alapvetően természetesen egy játszótér lesz, de igyekszünk olyan eszközöket, olyan pihenő alkalmatosságokat kitenni, amik természetesen nem csak a gyerekeknek, hanem szülőknek, meg az időseknek is adnak lehetőséget a szabadidő eltöltésére. Nagyon sok kisgyermekes család költözött ki ebbe a városrészbe az elmúlt időszakban. Fiatalodik a városrész. Néhány hete egy lakossági fórum keretében közel 60-70 ember gyűlt itt össze, és előzetesen is már közvéleménykutatást végeztünk. Mindenki nagy örömmel fogadta, hogy végre egy területnek újra úgymond gazdája is lesz, illetve ugye nem egy elhanyagolt zöld területet kell majd kerülgetni a következő évek során, hanem egy szép rendezett fákkal körbevett területet. Innen néhány 10 méterre található a város egyik kerékpárútja. Az amelletti pihenőhelyet is tudják ugyanebből a pénzből fejleszteni. Oda több bicikli beálló padok és ivókút kerül. Azt gondolom, hogy mindenki számára egy nagyon jó közösségi tér lesz, nem csak az ott lakók, hanem a városban lakó valamennyi polgár számára is. A Szekszárdi Fagyöngy utcába tervezett játszótér építése a tervek szerint akár már ősszel elkezdődhet. Eseménydús hétvégéje volt a bátaiaknak. A terület és település fejlesztési operatív program forrásaiból megújult a turisztikai központ, valamint az évek óta gondot jelentő csapadékvíz elvezetési problémákat is megoldották. Ugyanakkor a híres Keszeg Fesztivált is a pályázati átadások napján tartották, ahol az érdeklődők megkóstolhatták a híres bátai sült keszeget, valamint maguk is süthettek, főzhettek a fesztiválon. Báta életében mindig jelentős szerepet játszott a turizmus. A település festői környezetben fekszik, a Gemenci erdő és a Duna is a közelben van, ezért népszerű kirándulási és kikapcsolódási helynek számít. Ebben az évben központi épületet újítottak fel 147 millió forintból, ahol virágbolt, turisztikai iroda, szálláshelyek és tájházi szobák kapnak majd helyet. A térség országgyűlési képviselője Horváth István szerint fontos, hogy a településre érkezők megismerjék annak történelmét és környezetét.
Báta számos nagy csata előtti fontos helyszínként szolgált a magyar történelem során, és az új fejlesztéseknek köszönhetően a településre látogatók is képet kaphatnak arról, milyen fontos szerepet is játszott Báta a történelem során. Meggyőződésem, hogy a térségben az egyik legnagyobb lehetőség a turisztikai szempontból az Bátán van, hiszen Báta több szempontból is vonzó hely, meg vonzó hely lehet még, tehát nagyon szépek a természeti adottságaik, a népi hagyományok, amelyre minden bátor és minden Tolna megyei ugye nagyon büszke, de kevesebb szót beszélünk, de talán többet kellene arra vonatkozom, hogy Bát az egy történelmi kegyhely is. Tehát a Hunyadi családnak, Hunyadi Mátyásnak is voltak kötődései a településhez. Nagyon sok csata, győztes csata volt itt Báta környékén, és ha vértanúk templomára is csak gondolunk, akkor egy történelmi kegyhe is, ami több évszázados hagyományokkal rendelkezik. Ezeket kezdtük el most leporolni, és ha még hozzátesszük azt is, hogy a mohácsi csata, ami ugye nemzet tragédiához vezetett, előtte este a király az itt a vértanúk templomába tartotta az országgyűlését, és itt készültek fel a csatára, akkor sok szempontból, mint sikeres csaták és mint vesztes csaták szempontjából is történelmi kegyhely. Lehet azt mondani, hogy éves szinten több ezer turistát vonzhat Báta, ez meg kell építeni az infrastruktúrát, ahol most vagyunk, ez egy nagyon jó példája arra, hogy ezeket a területi operatív programból lévő turisztikai forrásokat hogyan tudjuk a helyi közösség számára értékké kovácsolni, és ez a mostani beruházás amellett, hogy érték, hagyomány és jövő lehetőség, 6 új munkahelyet is jelent a falu számára, én azt gondolom, hogy jó úton halad Báta arra vonatkozóan, hogy igazi ékszerdobozzá váljon. A turisztikai fejlesztések mellett az évek során hatalmas problémát jelentett a bátai lakosok számára a csapadék elvezetése. A hirtelen jött esőzések során leeső sok csapadékvíz okozott problémákat, azonban ezeket most kiküszöbölték az újonnan átadott vízelvezető árkokkal. Az elmúlt években polgármester asszonnyal közösen összefogva nagyon sok vízelvezetési pályázatot sikerült nem csak megnyerni, hanem megvalósítani is. Ezeket a beruházásokat mindig helyi, térségi, Tolna megyei vállalkozók hajtották végre nagyon jó minőségben, és ugye a mostani beruházás is közel 3 kilométeren építettünk ki vízelvezetést, felszínvizek elvezetését, első vízelvezetése vonatkozó árokrendszert a településen, ami több mint 200 családot érint, tehát az a cél, hogy teljes egészében Báta a vízelvezetés szempontjából, a felszínvizek elvezetése szempontjából megfelelő infrastruktúrával rendelkezzen, és ugye az árvizekkel kapcsolatosan, ami azért sajnos időről időre visszatér Bátára vonatkozóan, ott egy nagyon komoly mobil gát projektben vagyunk a polgármester asszonnyal, eddig mindenhol, ami ez ugye belül hogy minisztériumhoz tartozik, pozitív támogató visszajelzéseket kaptunk, bízunk benne, hogy hamarosan be tudjuk jelenteni, hogy egy mobil gátat is tudunk Bátán építeni. Tessék itt a gyönyörű zenéjét! A pályázati feltételek átadása célzottan a népszerű Keszeg Fesztivál napjára esett. Ennek az eseménynek a legfőbb része a keszegsütő és a halpucoló verseny. Volt olyan, aki azt mondta, a jó sült keszeg titka a gondos elkészítés és a megfelelő fűszerezés, de volt olyan szakács is, aki szerint a titok a jó alapanyag volt. Darabos Attiláné azt mondta, hogy bár ők meghívott vendégek, minden évben Bátán vannak és nagyon élvezik a fesztivál hangulatát. Jó forró zsír, előre besózva és ropogósra sütve. Hát mi meghívott vendégek vagyunk körülbelül, hát hatodik éve, de nagyon szívesen vállalom. Szeretjük a halat, meg sütni is nagyon szeretem. Évről évre jobbnál jobb. Érdekes műsorok, szerintem minden korosztály számára megfelelő. Mindenki talál magának kezdező programot, lehet kóstolni, nagyon sokfélét főznek, vadpörköltet is, mi babgulyást is főztünk, és természetesen hal minden mennyiségbe, hiszen a Keszeg Fesztivál a keszegről szól. A fesztiválon nem csak a sült keszeg szerelmesei hódolhattak kedvenc ételüknek. A sült hal mellett természetesen a bográcsok is előkerültek a halászlevek, vagy éppen a pörköltek számára. Kaiser Robert szerint színvonalas a fesztivál, és a szervezésre sem lehetett panaszuk. Marha pörkölt készül, 20 főre hivatalosan, de hát látod azért 40-nek elég lesz biztos. Igazándiból a titok, hát a rutin meg az évek elsősorban, hát a nyersanyag. Meg hát ugye van egy-két összetevő, meg hát mindenki már, én ilyen alföldiesen csináljuk ilyen rétegesen, tudod.
egy réteg csont, egy réteg hagyma, fűszerek, megint egy réteg hús, tehát így. És nem nagyon van kevergetve így, csak elszórt pákol magába. Színvonalas. Összességében minden, de tényleg frappánsan megvan szerve. Látod, hűtőkocsi is van itt nekünk is. Azt mondom, hogy frappáns. Báta polgármestere szerint nagy hagyománya van a Keszeg Fesztiválnak, és ezt a település igyekszik jó programokkal meghálálni. Tradicionális a helyzet, hogy minden évben a Keszeg Fesztivál most már közel 20 éve megrendezésre kerül. Hát egy kis összefogás Báta részéről, a bátai emberek barátaik, baráti társaságaik részéről, és úgy gondolom, hogy ez a nap egy kellemes időtöltés a halászlé és a sült kárász Keszeg jegyébe. Keszeg Fesztivál azért, mert a bátai ember lehet, hogy a kárászt jobban szereti, mint a keszeget, de miután kárász településsel nagyon jó a kapcsolatunk, így hát nem mertük Kárász Fesztiválnak nevezni, hiszen hát nem volt ildomos, ezért úgy gondoltuk, hogy azért a Dunában is, meg a Holtágakban is elég sok keszeg van, és akkor legyen Keszeg Fesztivál a neve. A fesztivál nem csak a legnagyobbaknak kínál szórakozási lehetőségeket. A legkisebbeket trambulin és légvár várta. Egy biztos, itt éhen nem maradt senki sem. Karunk egyik kiemelt küldetése, hogy népszerűsítse a pedagógusi pályát. Ez Szécsi Gábor, a kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kar dékánja mondta a Szekszárdi Felsőoktatási Intézmény diplomátadó ünnepségén. A kar vezetője kiemelte, azon dolgoznak, hogy elfogadtassák a fiatalokkal ezt a hivatást, mivel egyre kevesebben választják ezt a pályát, aminek köszönhetően öregszik a pedagógus társadalom. Hivatásomhoz méltóan élek. Az oklevelek kézhez vétele előtti utolsó pillanatok türelmetlenül mormolják az esküszövegét a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán végzett hallgatók. 177 sikeres záróvizsgát tett egyetemi polgár közül, 149-en vették át ünnepélyes keretek között a több éves munka gyümölcsét jelentő papírt a Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kar diplomátadó rendezvényén. 13 különböző szakon adtak át okleveleket, legnagyobb arányban az alsófokú pedagógus képzésben résztvevők számára, óvó, tanító, valamint csecsemő és kisgyermeknevelő szakokon összesen 123-an diplomáztak idén. Ez a szám egy nemrégiben megjelent nemzetközi felmérés szempontjából is fontos lehet, mely szerint jelentősen öregszik a pedagógus társadalom a térségben, hazánkban az átlag életkor meghaladja a 47 évet. A szekszárdi képzőhely esetében azonban elmondható, hogy nagyságrendileg idén is annyian végeztek ezeken a szakokon, mint az elmúlt években. A szakemberek szerint ugyanakkor fontos reagálni a statisztikákra. Ha van kiemelt küldetése ennek a karnak, akkor pontosan az, hogy a pedagógusi pályát, ahol csak lehet, népszerűsítse, elfogadtassa a fiatalokkal, befogadtassa ezt a hivatást. Mindannyian tudjuk, hogy komoly pedagógus hiány van, nem csak a térségben, nem csak a régióban, általában véve nálunk, magyar nyelvterületen, és ezt a pedagógus hiányt csak úgy tudjuk orvosolni, hogyha a pedagógus képző intézmények megfelelő marketinggel, megfelelő tájékoztatással, megfelelő háttérprogramokkal ismertetik meg egyfelől ezeket a képzéseket, a képzésekben rejlő lehetőségeket, azok értékeit, másfelől pedig próbálnak maguk is megjelenni középfokú intézményekben, hogy hirdessék ennek a pályának minden csodáját és előnyét. A karunk ezekkel a lehetőségekkel élni kíván a jövőben is. Próbáljuk minél nagyobb körökben, minél több régióban, minél több térségben megismertetni programjainkat, képzési programjainkat, valamilyen formán megértetni az emberekkel, hogy miért is lettünk mi az elmúlt évben a második legjobb pedagógus képző intézmény, mi az, amit hozzá tudunk adni egy hagyományos pedagógus képzéshez, milyen töbletet kínálunk, mit jelent nálunk az egyetemi lét, és milyen tudással bocsátjuk ki az egyetem falai közül a jövő pedagógusait. Az intézmény vezetője hozzátette, a diplomával komoly felelősség is jár, hiszen innentől kritikusan és kreatívan gondolkodó értelmiségiként kell megállniuk a helyüket a végzetteknek, főként a jövő nemzedékét nevelőknek, tanítóknak.
a jövő generációjának tulajdonképpen a sorsa az rajtunk múlik a tanítókon, és hogyha valaki tehet azért, hogy ez a generáció ez ne butuljon el, és az informatikai kütyük áldozatává váljunk, akkor azok mi vagyunk. Mi vagyunk azok, akik meg tudjuk nekik tanítani, hogy hogyan és miként lehet ezeket az eszközöket helyesen kezelni. Úgy gondolom, hogy itt a Pécsi Tudományi Egyetem KPVK karán az egyik legjobb ez a tanítóképzés, hiszen nagyon gyakorlatorientált, kezdetben csak hospitálunk, majd később egy-egy tanórákat, majd egy hetet, két hetet, és végül a 8 hetes gyakorlatot kint töltjük gyerekek között, tehát megtapasztalhatjuk nem csak mint egy díszfal mögött ülve, hanem bent a teremben is, hogy milyen tanítani, hogy reagálnak a gyerekek, hogy a gyerekek tényleg élőlények, és hogy mindenre fel kell készülni, amire lehetetlen felkészülni. Tehát az alternatívákat az be kell tárazni, és az elméleti képzés során mi ezekre az alternatívákra kaptunk tulajdonképpen a kurzusokon módszereket, ötleteket. Ahhoz, hogy a hallgatóknak átadott módszerek igazodjanak a következő generációk tanulási formáihoz, az oktatóknak is napra kész tudással kell rendelkezniük, reagálniuk kell a változásokra. Úgy gondoljuk többen, és erre mutatnak a pedagógiai kutatások is, hogy a gyerekek ma már nem elégednek meg azzal a tudással, módszertannal, pedagógiai szervezéssel, amellyel a korábbi korosztályok, hogyha a generációs besorolást nézzük, akkor ugye most már a legújabb, az alfa generáció is már óvodás, sőt az első iskolai éveiket végzik. Itt már nem lehet a régi módon tanítani, nevelni őket, ezért törekszünk mi magunk is megújulni, módszertani és egyéb tudományos képzéseken részt venni. Mi magunknak is szervezünk különböző képzéseket, továbbképzéseket, és a kollégáknak is. A vezetők szerint a folyamatos megújulás ugyanakkor nem csak a pedagógus képzésben, de az intézmények egész képzési portfóliója szempontjából is nagyon fontos. Ezért is bővítik folyamatosan a kínálatot. Nagyon nagy a skála, nagyon sok elemű a képzési portfólió, és hát a jövőben gyarapítani kívánjuk mindenképpen ezt a képzési kínálatot új elemekkel, új alapmesterképzésekkel, továbbképzési elemekkel. Főleg olyan új mesterképzésekben gondolkodunk, amelyek a meglévő alapképzési kínálatra épülnek. Csak egyet hadd emeljek ki, ezek közül várhatóan el tudjuk indítani a gyermekkultúra mesterképzésünket, amely tökéletesen épít az alsófokú pedagógus képzés alapképzés anyagára, és hát nyilvánvalóan azokra a hallgatókra, akik ezekből az alapképzésekből kikerülnek. Én ebben látom a jövőt, ebben látom ennek a karnak a lehetőségeit. Ha tudjuk bővíteni nyilvánvalóan a mindenkori igényekre hangoltan a képzési kínálatunkat a legkülönbözőbb területek felé, ennek a karnak tényleg nagyon gazdag a tematikai profilja, akkor fennmaradunk a versenyben. Akkor Tolna megye egyetlen felsőfokú intézménye, ez a kar, nyugodtan mondhatjuk, hogy életképes programmal várja az újabb kihívásokat. És én nagyon remélem, hogy meg tudunk felelni ezeknek az elvárásoknak. A diplomátadó ünnepségen bejelentettek kari kinevezéseket, elismerték a kiváló oktatókat és a kimagasló teljesítménynyújtó végzős diákokat, illetve nyugdíjba vonuló munkatársakat is elbúcsúztattak, valamint jubileumi díszokleveleket és pedagógus szolgálati emlékérmeket is átadtak. Nem kell várni a motocross sport kedvelőinek augusztus végéig a zombai motoros Langer József által kitalált és megvalósított DLMX kupa zárófordulójáig, hogy újra felbögjenek a motorok a zombai cross pályán. A klub ugyanis, miután több tucat tagja jótékony véradáson vett részt, ezt követően egy meghívásos regionális versenyt rendezett, amire a különböző kategóriákban 30-nál is több nevezés érkezett. Külön érdekesség volt, hogy újra rendeztek a zombai pályán enduro cross futamot is. Még másfél hónap vissza van a zombai motorosok ötlete nyomán megvalósuló országos meghívásos motocross versenynek, a DLMX kupának a zombai futamig, ám amolyan ráhangolódásképpen erre a viadalra Langer József és a település sportági éltetői július 2. szombatján egy meghívásos versenyt hoztak össze Septében a saját pályájukon. Aki múlt hónapban kilátogatott ide Zombára, tehát az láthatta, hogy itt 130 motoros volt a Magyarországos kupán, és ez augusztus 25-en mi lesz, itt a DLMX. Az utolsó fordulója az úgy hiszem, hogy ez ilyen 150 fölött itt fogunk harcolni.
Erre versenyre is összejöttek zömmel Tolna megyéből 30-an a különböző géposztályokban. A crossosok kor összetétele igen változatos volt. A legfiatalabb nem volt több 10 évesnél, a legidősebb pedig már az 5. X-ét érte el éppen. Hiába szűntek meg a 2000-es évek elejétől tömegesen a klubok, szakosztályok az egész országban, Dél-Dunántúlon is, ezen belül Tolna megyében is, ez a verseny jelzésértékű volt, a motocross létezik, tovább él. A géposztályok első és másodosztálya mellett, illetve mögött is van élet a motocrossban. Előfordul, mint például a zombai versenyen is, hogy az első osztályú profik is helyjel közel megtalálhatóak a mezőnyben, a sok-sok amatőr mellett. Mindenkinek nyitjuk ezt a lehetőséget, csak úgy mond, hogy jobban bevonzódnak ide az amatőrök is, akik később mennek az országos bajnokságra. Vannak itt olyan nevek, például másodosztályban a Géringer Ádám, akkor maga én is szeniorban, én második volt a bajnokságban, akkor vannak itt, akik csak ilyen igazívó enduroznak, Ács Tamás, ő másodosztályban megy, Szeder Balázs harmadosztályban megy, ő is itt van egy tolnai versenyző. Hát azért jövögetnek, hogy teszünk itt, de hát most már hamarosan kezdődnek a futamok. Négy kategória motorosai gyűltek össze. A 60 és a 85 köbcentisek együtt indultak, külön indították a szeniorokat, és aztán jöhettek a nagy érdeklődéssel vált 250 és 450 köbcentisek a pályán. Van erdős, fás, egyenes rész bőven a zombai cross pályán, illetve annak mentén. Így bemutatkozhatott az enduro cross is, amire korábban már volt példa Zombán. Zombán már 2010-ben már volt egy országos endurocross bajnokság. Én utána elköltöztem külföldre, egy 3 évig nem voltam itthol, és most így megkezdjük. Itt csináltuk, kialakítottuk a régi nyomvonalat, és egy kicsit megint kezdjük ki az endurocrossra kacsingatni. Hiszen most van egy 5 perces pályán, de hát ezt ki kell bővíteni 9 percre, mert ez most így 2 hét alatt nem nagyon sikerült. De egy nagyon jó kis pályán leszünk. Motocross szívek, figyelem! Érdemes feljegyezni a naptárba augusztus 25-ét, a Dél MX Kupa zárófordulóját. Mert hogy a mostaninál még több, még erősebb amatőrökkel és kíváncsiságból ideérkező még több profival, konkrétan első osztályúval garantáltan egy jó kis verseny van a láthatáron Zombán. Egy generációjuk már azóta felnőtt, egyetemista, és ők már a legújabb nemzedék, amióta az S+C Stúdió Kft. Nyaranta egy hetes tábort szervez a dolgozó gyermekei részére. Ez az ajándék egy hét a cégtől, igyekszik a vakációt megkönnyíteni a gyermekes családoknak, egyúttal biztonságot is jelent évről évre. Az egyhetes gyerektábor változatos múltra tekint vissza. A programok között szerepelt a korábbi években túrázás, táncház, szabadtéri főzés, kemencés, sütögetés, küzdősporttanulás, csapatépítő játékok, de volt már origami, gyertyaöntés, erdei ügyességi verseny, kalandpark, akadálypálya és tanúsvényfelderítés. És persze az elmaradhatatlan kreatív alkotások. Készült itt óriás képfolyam, gipszöntéssel medál és képkeret, légballon, óriási képek, mécses tartók. A játszva tanulás közben fejlődik a kreativitás, a kézügyesség, a mozgáskoordináció. A kézműveskedés fejleszti az önbizalmat, a toleranciát és az egymásra való odafigyelés képességét a közös feladatok, projektmunkák során. A műszaki képzőművészeti szakmák alapjait játszva sajátítják el a gyerekek. Ez elősegíti a kreativitás kibontakoztatását, az önálló ötletek megvalósítását. A gyerekek aktívan vesznek részt a környezet alakításában. A szervező S+C Kft. Vezetése nagyon nagy gondot fordít a kezdetektől fogva nem csak az egészséges életmódra, a környezetre, a vállalati kultúrára, a családbarát üzletpolitika egyedülálló és példaértékű. Az egész heti gyerekprogramok csapattá kovácsolják a gyerekeket, melynek folytatásaként az építők napi rendezvényen a cég dolgozói immáron kibővülten családostól vesznek részt a cég ajándékaként. Tavasszal az Én Házam címmel rajzpályázatot hirdetett a Kft., melyre 76 rajz érkezett a megye egész területéről. A téma az volt, vessék papírra a gyerekek, milyen házakba szeretnének élni, bátran, szabadon elengedve fantáziájukat. A zsűri által legszebbnek ítélt művek készítői rajzkeszközöket is kaphattak.
Minden alkotás megtekinthető az S+C Tarcsai utcai központi üzletének kirakatában. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!